Szeretettel köszöntök mindenkit, és nagyon köszönöm a megtisztelő meghívást. Srdečne vás všetkých vítam a veľmi pekne vám ďakujem za pozvanie. Mi a legkellemetlenebb, ami egy hálózatépítővel történhet? Čo je najnepríjemnejšie pre staviteľa štruktúry? Hogyha valakit megszólítasz, informálod, és nem hozzád regisztrál. Ha niekoho oslovíš, informuješ ho, a nie k tebe sa zaregisztruje. Az előadásom végén lesz egy eszköz a kezetekben, hogy ez ne történjen meg. Na konci mojej prezentácie budete mať jeden nástroj v rukách, aby sa vám to nestalo. A DXN hálózatépítőnek mi a legfontosabb termék? Čo musí vedieť jeden, ktorý buduje štruktúru DXN, najdôležitejší produkt? Ki mondja, hogy a kávé? Kto povie, že káva? Ki mondja, hogy a kapszulák? Kdo povie, že kapsule? A DXN missziója? Misszia DXN. Ezek mind nagyon fontosak. Toto je všetko veľmi dôležité. De a legfontosabb termék te vagy. Ale najdôležitejší produkt si ty sám. Mert ha én DXN kávét akarok inni, lebo ja keď chcem piť DXN kávu, vagy üzletet akarok építeni, alebo chcem budovať struktúru, tudomásom szerint 8 millió emberhez regisztrálható. Podľa mojich vedomostí môžem sa regisztrovať 8 milliónom ľudí. Ezért azt gondolom, hogy a legértékesebb ebben az üzletben a személyes márkánk. Myslím, že najdôležitejšia nitka v tomto našom obchode si ty sám. Jó. A személyes márka azt jelenti, hogyha valaki meglátja a nevemet vagy a fényképemet valahol. Osobná značka znamená to, že keď niekto uvidí moju fotku, akkor az jut rólam az eszébe, amit én szeretnék, hogy az eszébe jusson. Napadne ho to, čo ja chcem, aby sa mu to dostalo do vedomia. A személyes márka Mount Everestje pedig az. Osobná značka Mount Everestu je to, hogyha már a problémáról én jutok az eszébe, mint megoldás. Že keď má nejaký problém, ja mu prídem na rozum, ako kdo mu vie pomôcť tomto probléme. Gondold el azt, hogy mit jelenteni neked üzletileg, hogyha az összes magas vérnyomásos rögtön rád gondolna, hogy tőled megveheti a Ganodermás kávét. Predstav si, čo by sa stalo, keby všetci tí, ktorí majú vysoký krvný tlak, hneď by si ich ty napadol, ako tvoja káva s Ganodermou. Gondolj bele, hogy ez mit jelentene. Že čo by to pre teba znamenalo? Előbb még az eszembe volt. Van egy mondás, hogy nem elég tisztességesnek lenni, annak is kell látszani. Nie je dobré byť čestným, ale musíš aj tak vyzerať. Ezt úgy adaptálhatjuk a hálózatépítésre. Môžeme toto adaptovať na budovanie štruktúry. Hogy nem elég jó és sikeres hálózatépítőnek lenni, annak is kell látszani. Že nemôžeš byť len dobrým budovateľom štruktúry, ale musíš aj tak vyzerať. Ezért gondolom, hogy preto si myslím, hogy a személyes márkánk a legfontosabb. Moja osobná značka je najdôležitejšia. Mit gondoltok, mi a különbség a legjobb szakember és a legismertebb szakember között? Čo myslíte, aký je rozdiel medzi veľmi dobrým odborníkom a veľmi známym odborníkom? Hogy a legismertebb szakember sokkal jobban keres. Že najznámejší odborník oveľa viac zarába. És nem biztos, hogy ő a legjobb. Ale nie je isté, že on je najlepší. És az a legismertebb, akinek a legerősebb a személyes márkája. Ten je najznámejší, ktorý má najsilnejšiu osobnú značku. Ahhoz, hogy egy erős személyes márkád legyen, három dologra van szükség. Aby si mal veľmi silnú osobnú značku, potrebuješ mať tri veci. Láthatónak kell lenned, tehát mindenhol beléd kell, hogy botoljanak. Musíš byť viditeľný, čiže všade musia na teba myslieť.
Hitelesnek kell lenned, el kell, hogy higgyék, amit kommunikálsz. Musíš byť autentický, musia uveriť to, čo im ty hovoríš. És megjegyezhetőnek kell lenned, nem szabad, hogy összetévesztenek senki mással. A musia si ťa pamätať, a nemôžu si ťa pomíliť s iným. Mivel az időm nem elég arra, hogy mind a hármat kivesézzük, čas potrebný na to, aby som o všetkých troch dopodrobna hovoril, teraz nie je dostatočne dlhý. És neked, mint hálózatépítőnek már most is oda kell figyelni a láthatóságra, meg a hitelességre. A ty ako staviteľ struktúry musíš byť viditeľný. Ezért én most csak a megjegyezhetőségről fogok beszélni. Teraz ja budem len rozprávať o... megjegyezhetőségre. Nagyon sok ember nem szereti, ha fotózzák, mert nem elégedett a külsejével. Én is csak akkor hasonlítok a George Clooney-ra, ha ezt felveszem. Föl kell vállalni a saját kinézetedet. Musíš vyzerať tak, ako vyzeráš. És nem érdemes okos szoftverekkel javítani rajta. A s nejakými posztermi nemusíš to opravovať. Mert az első találkozáskor úgyis kiderül a turpisság. Lebo že pri prvom stretnutí aj tak vyjde pravda na javo. Az emberekben két törekvés van jelen egyszerre. Ľudia dve veci hneď si pamätajú. Szeretnének beolvadni a tömegbe, mert az biztonságos. Chceli by sa pridať do davu, lebo dáv je istý, alebo má pre nich istotu. És szeretnének mindenki mástól különbözni. Ale by sa chceli odlišovať od ostatných. Marketing szempontból ez a második út az eredményes. Z marketingového hľadiska táto druhá cesta je úspešná. Úgyhogy ki kell állni a Rivalda fénybe, föl kell venni a láthatósági mellé. Keresned kell valami olyan apróságot, ami megkülönböztet másoktól. Musíš nájsť nejakú maličkosť, ktorá ťa odlíši od ostatných. Ez lehet egy kedvenc hobbi, egy hajviselet. Môže to byť nejaké hobby. Lehet egy ruhadarab, egy szín. Sáty to môžu byť, farba to môže byť. Beszédfordulat, egy mozdulat. Ako rozprávaš, nejaký pohyb. Vegyél fel sztár allűröket. Sztár allűröket. Szokásokat, mint a sztároknak. Musíš si vytvoriť nejaké spôsoby, ako sa prezentuješ. Még az is fontos lehet, hogy mit eszel, vagy mit iszol. Aj to môže byť dôležité, že čo ješ a čo piješ. Magyarországon néhány évvel ezelőtt volt egy bankrabló. Maďarsku pred niekoľkými rokmi bol jeden lupič bank. Akit viszkis rablónak hívtak. Ktorého volali lupič, viszki lupič. Mert a rablásai előtt mindig bedobott egy viszkit egy kocsmába. Predtým, ako sa lupal do bank, tak vždy sa napil viszki. És ha már az italozási szokásoknál tartunk, keď sme pri spôsobok pitia alkoholu, kinek mond valamit az a név, hogy Mr. Morinzi? Komu niečo pripomína meno Mr. Morinzi? Pripomína vám to niečo? Nieto. Majka? Áno, no povedz, že kde sedí Mr. Morinzi? Odvolila Mr. Morinzi. Tu, Láci. Mindenki. Laci už vyše roka každý deň vypije jednu fľašu whisky Morinzi. Hogyha Laci minden nap, ma több mint egy éve egy üveg Morinzit iszik meg. És a vázi, ha volajú Mr. Morinzi. Ott van a plakáton, látjátok, hogy Mr. Morinzi. Mindenki értette, amikor Laci elkezdte inni, hogy miért csinálja? Každý si myslíte, že tomu rozumel, prečo to Laci začal robiť, keď začal Morinzi piť? Mára lett neki ebből egy erős márkája.
Dneska z toho má jednu veľmi silnú značku. Az a rossz hír, hogy mi már nem lehetünk Mr. Morinzi, mert ez már foglalt. Zlá správa je tá, že už nikto z nás nemôže byť Mr. Morinzi. Hogy érzékeltessem, hogy néhány apróság mennyire fontos lehet. Aby ste cítili, že niekoľko drobností, aké dôležité môžu byť. Játszunk egy játékot. Zahrajme sa. Én mondok néhány tulajdonságot, ti meg mondjátok, hogy kire gondolok. Ja vám poviem niekoľko vlastnosti, a vy mi povieste, že na koho myslím. Azok, akik értenek magyarul, kérem, hogy várjátok meg a fordítást. Tí, ktorí vedia maďarsky, prosím vás, počkajte, kým sa to preloží. Melyik felügyelőre gondolok, Mr. Balonkabát, csak még egy kérdést. Že na ktorého policajta myslím, ktorý chodil v balónovom kabáte. Melyik macska az, amelyik lusta, imád zabálni és utálja a hétfőt? Ktorá macska je lenivá, veľa ako žerie a nemá rada pondelok. Melyik felügyelőt nevezhetnénk Mr. Nyalókának? Ktorého policajta môžeme menovať? Kopasz és nyalóka van a szájában. Ja, že plešatý a lízatko má v ústach. Melyik felügyelőnek van egy furcsa pipája, meg egy furcsa sapka a fején? Ktorý policajt má nejakú čudnú fajku v ústach a čiapku? Sherlock Holmes. Melyik szuperkém vissza a vodka martinit rázva és nem keverve? Hogyan? Melyik szuper kém issza a vodka martinit rázva és nem keverve? Ktorý szuper spion pije vodku? Vodka martini. Vodku s martini. Rázva és nem keverve. Takto. Otrasené. A nie miešané. Čiže sa to takto trasie a nie mieša. Melyik DXN-es vezető szokta ezt csinálni? Ktorý z DXN lídro zvykol tento pohyb robiť? Van egy másik vezető a DXN-be, az meg felszokott ugrani, csak azt most én nem mutatom meg. De ha megkérjük a szünetbe. Ini líder, ktorý zvykol vyskočiť, ale ja ti teraz neukážem, až ty stále. No? Várjál. Ki ez a maci? Koho je tento macko? Hát látjátok, hogy nagyon pici, apró dologgal milyen markáns különbségeket tudtok érzékeltetni. Teraz vidíte, že tými drobnosťami, aké rozdíly sa vedia vytvoriť. Úgyhogy találjátok ki magatoknak valamit, és azt utána használjátok. Preto odporúčam, vymyslíte niečo pre seba a potom to používajte. Ez csak akkor működik, hogyha folyamatosan csinálod és kommunikálod a világ felé. Tedy to bude fungovať, keď to bude stále, neustále robiť a takto budeš komunikovať so svetom. Laci minden nap megissza a Morinzit és felrakja az internetre. Laci každý deň vypije fľašu Morinzi a dá hore na internet. Má több mint két éve. Už viacej ako 2 roky. Na. Ez a mi arculatunk, ez a mi logónk. Toto je ako profil. Toto je blog. Mi vagyunk az empatikus hálózatépítők, és a... Mi sú ako empatický budovateľ kultúry. És a zsiráfa jelünk. Zsiráfa je zsaska. Azért a zsiráf. Preto zsiráfa. Mert a erőszakmentes kommunikációban... Lebo pri nenásilnej komunikácii... A zsiráf az empatikusan kommunikáló fél. Lebo zsiráfa je empatický komunikujúca postava. És azért a zsiráf, mert a szárazföldi állatok közül neki van a legnagyobb szíve. A preto zsiráfa, lebo zo suchozemských cicákov zsiráfa má najväčšie srdce. Ezek a mi színeink. Mi, minden... Színek. Tehát mi minden... olyan rendezvényen, ahol üzletileg vagyunk jelen. Lebo oni na každom podujatí obchodnom, kde sú prítomní.
a sárgát, a barnát és a türkiszt használjuk. Tünde mondta itt reggel, hogy összeöltöztünk Csillával. Van kabala állatunk is. Amelyik beszélni is tud. Tudsz szlovákul is? Mondjál valami. Aby som niečo povedala. Szia, žirafa. Szia, žirafa. Mi ezeket a, vagyis ezt az arculatot körülbelül nyár óta csináljuk. Takýto prosím, od leta si používame. De már nagyon sok zsiráfos ajándékot kaptunk. Például ezt kaptuk Csilla lányáról karácsonyra. Csillinné céri, sme toto stvorenie dostali na Vianoce. Ez a jól lakott zsiráf. Ez a jól lakott, jól lakott. Téged mi különböztet meg a többi DXN-estől? Téba čo odlišuje od ostatných členov DXN? Ha nincs ilyen, akkor találj ki valamit. Keď takéto niečo nemáš, vymysli niečo. Hogy egy picit segítsek ebben. Aby som vám trošku pomohol. Az az igazság, hogy az embereknek sztereotípiáik, előítéleteik vannak. To je pravda, že ľudia majú predsudky voči stereotypom. Például az emberek azt gondolják, hogy a politikusok lopnak. Napríklad ľudia si myslia, že politici kradnú. Az ügyvédek meg hazudnak. A právnici klamú. Az MLM-esek meg nyomulósak. Az, tí, ktorí robia MLM, sú takzvaní tlačiaci. És mi azért pozicionáltuk magunkat empatikus hálózatépítőnek? Preto sme sa mi dali do takej pozície empaticky budujúcich štruktúru. Mert ez szembe megy ennek a előítéletnek. Lebo toto ide vlastne proti smere týmto predsudkom. Zavart okoz a Matrixban. Vytvorí tam... Matrix. Matrix. Most felejtettem el, Árdon. Teraz zabudol, vidíš? Szóval... Bocsánat, meg kell néznem, mert... Ez az, igen. Minden MLM-es rendezvényen készülnek fotók. Na každom seminári MLM zvyknú vzniknúť fotky. Azokon a fényképeken az emberek így szoktak állni. Na tých fotkách ľudia takto zvyknú stáť. Ha te is ezt csinálod, nem különbözöl a többiektől. Aj ty to isté robíš, neodlišuje sa od ostatných. Ezért mi szívecskét szoktunk mutatni. Preto mi sme zvykli ukázať srdiečko. Vagy zsiráf fejet. Alebo zsiráf. A végére kettő kérdésem maradt, illetve kettő kérdésem maradt. Az egyik az, hogy mit gondoltok, emlékezni fogtok-e erre a zsiráfos fickóra ebből a... Čo myslíte? Budete sa pamätať na tohoto človečika, ktorý hovorí o žirafe? És hogy össze fogtak engem keverni bárkivel az többi előadó között. A csiho, budete mírit, hoci kým iným? A legvégére kitaláltunk egy kis interakciót, most jön az ebédszünet. Úplne nakoniec sme vymysleli. Én hoztam pár ilyen kártyát, akinek kell. Vymyslel som niekoľko takýchto kartičiek. Akinek kell, vigyen belőle. Kdo by chcel, tak nech si zoberie. Az egyik oldalára írjátok föl ezt, hogyha rátok találnak az interneten. Že na jednu stranu napíšte to, že ak niekto vás nájde na internete, mit fognak rólatok gondolni? Čo budú o vás myslieť? Másik oldalára meg azt, hogy mit szeretnétek, ha gondolnak. Na druhú stranu zas to, čo by ste chceli, aby o vás mysleli. És akkor már tudjátok is, hogy min kell dolgozni. Köszönöm szépen. A potom už nebudete vedieť, na to musíte popracovať. Ďakujem vám veľmi pekne.